első napirendi pontjaként megalkotta az önkormányzat a településképi arculati kézikönyvet, valamint a hozzátartozó településképi rendeletet. A rendelet és a kézikönyv 2019. január 1-én lép hatályba, ez követően kötelező a betartása. A Dabasváros honlapján mind a két dokumentum olvasható és megismerhető. Ezt követően elfogadta a képviselőtestület a város 2019. évi költségvetési koncepcióját, valamint monitoring stratégiát és stabilitási terv megalkotásáról döntött. 9. napirendi pontban a képviselőtestület a térfigyelő rendszer fejlesztése tárgyú közbeszerzési eljárás eredményét állapította meg, és hirdette ki, Hiteles Kft. Nyerte a közbeszerzést, 15.375.000 forint nettó értékű térfigyelő rendszer fejlesztésre lehet számítani a 2019-es évben. 13. napirendi pontban hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés tárgyában döntött a képviselőtestület, mégpedig 2019. január 1-től a Szolnok NHS közszolgáltató non-profit Kft. Fogja ellátni a város hulladékgazdálkodási feladatait, mint közszolgáltató, természetesen alvállalkozóként továbbra is az NHS Okot Kft. Fogja ellátni a városban a feladatot. Valamint döntött arról, hogy a 2019-es évet minek nyilvánítja, melyet a polgármester úr fog majd bejelenteni. A képviselő testület döntött a Bartók Béla út sebességkorlátozásáról, mégpedig a Szent István tértől a Falu Tamás utcáig is kiterjeszti a 30-as sebességkorlátozást a képviselőtestület a gyalogátkelő helyek védelme érdekében.